Az elmúlt szezonban a Nyíregyháza Blue Sharks csapatában sok játék lehetőséget kaptak a fiatalok, köztük Sitku Márton is, aki az alapszakaszban 25 meccsen lépett pályára. A 3-as-4-es poszton bevethető kosaras átlagban negyed órát töltött a pályán, és közel 5 pontos átlagot ért el. Marci számára nem értek véget az edzések, mivel a tagja az 20-as válogatott keretnek, amelyhez csütörtökön csatlakozik majd. Elmondása szerint elégedett a bajnokságban nyújtott teljesítményével. Én úgy gondolom, hogy személy szerint egy jó szezon zárhattam. Voltak jobb és rosszabb meccseim, de próbálom, hogy ez a hullámzó teljesítmény már egyre jobban eltűnjön a játékomból, és meghatározó szerepet betölteni a csapatban. Sitku Ernő szülőként és a csapat szakmai igazgatójaként is figyeli Marci fejlődését. A magyar kosarasokra egyébként a következő szezonban több szerep vár majd az A-csoportban, mivel egy hazai játékosnak végig a pályán kell lennie. Egy évvel később pedig az első félidőben egy 23 év alatti magyar kosaras szerepeltetése lesz kötelező. Így új távlatok nyílnak meg a fiatal játékosok előtt. Most jött el, úgy gondolom, az az időszak számára, amikor a legnagyobb lépésben lehet fejlődni. Ő egy picit későn érő típus, és most már elérte azt a kort, azt az életkort, amikor várható tőle az, hogy akár a kondicionális, akár a testi fejlődése egy picit nagyobb ritmusban fog bekövetkezni, mint ahogyan ez eddig zajlott. Én nagyon örülnék neki természetesen, nem csak azért, mert ő a fiam, azért is, mert a csapatnak is sok mindent tudna segíteni, és úgy gondolom, hogy tudnánk előrelépni, hogyha most egy picit felgyorsulna ez a fejlődése. Azt hiszem, hogy ez a nyár nagyon fontos lesz számára, de nem csak az ő számára, hanem a Magyarországon kosárlabdázó fiatalok számára is nagyon fontos, hiszen az elnökségtől kaptak egy olyan lehetőséget, amivel úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik komolyan szeretnének kosárlabdázni, fognak tudni élni, de ehhez természetesen az kell, hogy nagyon sokat dolgozzanak, és játsszák be magukat a megfelelő csapatokba. A nyíregyházi fiatalok közül Mokánszki Máté az 23-as 3x3-as válogatottal készül, Fazekas Csaba pedig műtét után lábadozik. Sitku Márton így egyedül képviseli majd a kék cápák a Székesfehérváron, ahol szeretné kiharcolni helyét az ebédre utazó csapatban. Szerintem, mint minden edzőtáborban egy felkészülésen mindenkinek ugyanúgy kell harcolnia. Ugye nagyon sokszor közbejönnek sérülések, bármi más dolgok is, és minden meg kell tennem, remélem, hogy ott leszek az utazó keretben. Az 20-as B-divíziós Európa-bajnokságot július 12 és 21-e között rendezik a portugáliai Matosinosban. A magyarok a csoportmeccseken Írország, Izland, Fehér Oroszország és Oroszország ellen lépnek pályára.